Milyen volt az iram és milyen volt a színvonal belülről, hogy érezted? Én úgy gondolom, nem lehetett panasz az iramra. Ott az első négyesben sokat kellett futni, főleg inkább védekezésbe, ugye. Próbáltuk lezárni a területeket, hol jobban sikerült, hol nem. Úgyhogy inkább emiatt volt fárasztó a mérkőzés. Gyengébb mérkőzés volt, de mi alul tudtuk teljesíteni még azt is, amit az ellenfél játszott. Ennyivel jobb volt a Ferencváros, nem tettünk semmit azért, hogy gólt szerezzünk. Gyenge volt, kevés volt a mai produkció. Milyen meccsre számítottatok, és milyen lett végül? Küzdelmes meccsre számítottunk. Én szerintem annyira nem volt küzdelmes, mint amire számítottam. Sok helyzetünk volt, sok lehetőségünk, amiben gólt tudtunk volna szerezni. Ez nem sikerült sajnos, de a lényeg az, hogy nyertünk. Az elmúlt hetekhez képest ez egyelő volt a nullával. Önkritikát kell gyakorolnunk, és fel kell állnunk ebből a szarból. Első derbi volt, amin pályára is léphettél. Ilyenek képzelted? Nagyon jó volt a hangulat, jó volt látni tényleg, hogy teltház volt, és hogy buzdítottak minket a szurkolók. Volt minden tényleg olyan dolog is, gondolom, amit nem szabadott volna behozniuk, de nagyon tetszett, és köszönöm nekik a szurkolást. Ez mennyi plusz tag, vagy hogy hat ez a pályán? Ez az atmoszféra. Van, amikor erőt ad tényleg, amikor már úgy érzed, hogy nem nagyon bírsz menni, de hallod, hogy tényleg robban a stadion, és menni kell, és akkor tudsz. Góról tudnám esni, hogy ott mi történt? Volt egy baloldali beadás, amikor a beadás pillanatában úgy éreztem, hogy közel vagyok a Lanzafáméhoz, de miután láttam, hogy laposan jött a beadás, próbáltam zárni a Bojovics mögé, mert ugye úgy láttam, hogy ő menteni fog tudni. Nem tudott, addigra a Lanzafám elvált tőlem, ott már messze voltam, és ő ezt meg tudta oldani az ő klasszisával, hogy hátra a kapunak betekerje a hosszúba. Messze voltam tőle ott. Saját teljesítményed, mit vártál, milyen formában érezted magad, és hogy értékeled? Hát abból a szempontból kicsit csalódott vagyok, hogy nem sikerült gólt szerezni. Nagyon szerettem volna. Mondom, inkább annak örülök, hogy a csapat nyert, úgyhogy gratulálok. Mikor lett volna esélyed? Szerintem mikor érezted, hogy gólt lehetne szerezni? Hát az első fél időben volt egy ilyen kapáslövésem, akkor az Iván passzolt egyet, amit kicsit hosszan vettem át, ott a Litauszki, ott lezárt előttem a területet. Második fél időben is a Roli beívelte, levettem, jobban előttem, tehát így voltak lehetőségek. Remélem legközelebb megy. Azt mondta Vigyimics mester itt a sajtótájékoztatón, hogy benézett meccs után az öltözőbe, aztán úgy döntött, nem kell most semmit mondani. Attól, amit látott, mit látott? Nagyon le volt sújtva a brigád? Persze, gondolom mindenki érezte, hogy ez azért nagyon gyenge volt, és nagyon kevés volt a másik a rangadóhoz mérten. Ennél azért mindenki többet várt, mind a csapattól, mint azért magától. Úgy gondolom, hogy nem lehet egy ilyen mérkőzésen ilyen erőtlenül játszani. Mi történik egy ilyen meccs után este? Mit csinálsz? Mi a program? Hát én megyek haza a családhoz. Mennyit tudsz pihenni? Tudsz aludni? Tévézel? Én nem tudok aludni. Én meccs után nem alszok általában egy percet sem, főleg ilyenkor, amikor így fél nyolc körül kezdődik a mérkőzés. De próbálok, úgyhogy nem nagyon sikerül. És a gyerekek alszanak, akkor mi van? Mert ha ébren vannak, akkor oké. Igen, de sokszor a gyerekek se segítenek, hogy tudjak aludni, de mondom, hogy meccs után nem tudok aludni, úgyhogy... Hát mert benned van még az adrenalin. Igen. Visszanézed a meccset? Visszaszoktam, nem így este, de hétközben így visszaszoktam, főleg inkább azokat a jelenteket, amiben benne vagyok, így külön kiszedve.